A Pollák Mihály utcán és az építők útján is kigyúltak már a karácsonyi fények, illetve a város több részén is felszerelték a közel 125 darab oszlopokra helyezhető díszeket. A díszkivilágítás kihelyezését és üzemeltetését Pakson a Dunakon Plusz Kft. Koordinálja, akár csak az adventi udvar faházainak a telepítését. Csütörtök pénteken feladatunk még, hogy a önkormányzat előtti területen a faházok, illetve a színpad álljon, és addigra mindenképpen, tehát a vasárnapi gyertyagyújtásra, mert azt is megjegyzem, úgy szintén a város adventi koszorúja kikerül ide a zászlórudak mellé, vasárnap az első gyertya meggyújtásra kerül, és addigra a város teljes karácsonyi fénybe kell, hogy pompázzon. A korábbi évekhez hasonlóan az úgynevezett kifeszítő díszek közül három darab Paks utcáit, egy pedig Dunakömlődöt ékesíti majd. Ezen kívül november 27-ére fénybe borul a Mindenki karácsonyfája is, amelynek dekorációja idén új elemmel bővült. A város karácsonyfáját, amit elkezdtek most már a kollégák földíszíteni, egy speciális, bízunk már nagyon szép lesz, futófénnyel ki fog egészülni. Ezt a kollégáim holnap után, mivel az anyagot holnap kapjuk meg, holnap után kihelyezik, és egy picit szebb pompába fog tündökölni ez a város karácsonyfája. A karácsonyi díszkivilágítás fényei vízkeresztig biztosítanak ünnepi hangulatot a városban. Az adventi gyertyagyújtásra minden érdeklődőt várnak a szervezők. A rendezvény vasárnap 17 órakor kezdődik.